Ez az épület, amelyet most itt láthatunk, ez Debrecen jelenlegi legnagyobb munkahelyteremtő beruházása. Hiszen 2000 vagy akár annál is több új munkahely jöhet létre. 2000-2500 új munkahely jöhet létre ennek a fejlesztésnek köszönhetően. És ebben Debrecen városa, a debreceni vagyonkezelő a projektcégben 60%-os részesedéssel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy nem csak a nemzetközi tőke érdeklődik Debrecen iránt, nem csak a helyi gazdasági magántulajdonban lévő vállalkozások gondoskodnak a város gazdasági fejlődéséről, hanem ebben Debrecen városa is aktív szerepet vállal. Ugye 2014-ben hirdettünk egy új gazdaságfejlesztési politikát, egy gazdaságösztönzési rendszert. Ennek köszönhetően az elmúlt években közel 5000 új munkahely jött létre. Az a fejlesztés, amelyet most itt láthatunk, az pedig több mint 2000 új munkahely létrehozásáról tud gondoskodni és tudja biztosítani az ehhez szükséges feltételeket. Aki megnézi a makettet, aki szétnéz ebben a házban, hogy megnézi kívülről ezt az épületet, az nyugodtan megállapíthatja, hogy Debrecen abszolút Európa legfelső színvonalát képes hozni, képes teljesíteni ahhoz, hogy ideális munkahelyi körülményeket, munkahelyi feltételeket tudjon biztosítani Debrecenben. Az új Phoenix terv, amely egy több mint 200 milliárdos fejlesztési program, egyik legjelentősebb fejlesztési eleme kerete a gazdaságfejlesztés. De a másik nagyon fontos üzenete az új Phoenix tervnek az az, hogy a várost horizontálisan fejlesztjük, a várost úgy fejlesztjük, hogy minden részében érezhető legyen az a lendület, amely ma Debrecent jellemzi. A városrészeket, városrész központokat hozunk létre. Erről szólt a tegnapi sajtótájékoztatónk a déli városrészben, és erről szól most itt az északkeleti városrészben ezen beruházáshoz kapcsolódó bokrétázó ünnepség is. Itt azt gondoljuk, azt képzeltük el, a Phoenix csarnok mellett, az egyetemi kampusz, az informatika és közgazdasági kampusz mellett, az Uszoda és a Nagyerdő közelében, hogy létrehozunk egy új északkeleti városközpontot itt a városnak ezen a részén, amely megpezsdíti akár a helyi ingatlanpiacot, akár a helyi városrészi gazdaságot szolgáltatásokkal. A kormány határozott arról, hogy decentralizálja az ország igazgatását. Azt gondoljuk, hogy a mai informatikai rendszerek fejlettsége ezt lehetővé teszi. Hasonló méretű országok, lásd Svédország, egyébként előttünk járnak ebben, de ezt már megtették. Tehát Svédországban az országos irányítási szervezetek egy része nem Stockholmban van, hanem más városokban. A választások után az a feladatom, hogy én tegyek előterjesztést a kormánynak arról, hogy melyek azok a szervezetek, amelyek szóba jöhetnek, nem csak Debrecenről van szó természetesen, mert a decentralizációt azt valóban nem két centrumúsággal akarjuk helyettesíteni, hanem valódi decentralizációval. Ugye az első lépés egy részegység a vidékfejlesztési hivatal esetében már bekövetkezett Kecskemét esetében. Tehát ez a decentralizáció biztos érinti Debrecent, és tudjuk azt, hogy egy ilyen irányítási szervezet az a munkaerőpiacon is körülbelül 1000 embert igényel az összes háttérszervezettel egyetemben. Továbbá a debreceni gazdaság fejlesztése, fejlődése, az, ha mostani tendenciákat nézzük, akkor előrevetíti, hogy Debrecen iparűzési vagy ipar nagyságát tekintve nyugodtan mondhatja, hogy belátható időn belül utoléri Győrt. Ez egy nagyon nagy lépés lesz, de hogyha megnézzük a fejlődési pályákat, akkor azt látjuk, hogy Győrben már az iparfejlődés bizonyos erőforrás korlátokkal küzd, ez elsősorban a munkaerő, és ne felejtsük el, hogy ott Győr a közvetlen szomszédságában a Béccsel és Pozsonnyal versenyez. Egyelőre Debrecennek a piaci ereje az megvan. Furcsa módon még egészen Kassáig és egyébként Kolozsvárig is elér. Gondoljunk arra, hogy a Romániában lévő
tehát erdélyi felsőoktatás és tudományos kutatásnak egyébként az egyik logisztikai központja az a Debreceni Egyetem. A Partizán Egyetem, a Debrecen Egyetem tudományos és oktatási potenciálja nélkül nem tudna fejlődni. Gondoljunk bele abba, hogy a debreceni repülőtér forgalma az belátható időn belül meg fogja előzni Kassát. Miközben ugye akkor, amikor mi itt 20-30 ezer utasnak nagyon örültünk, akkor Kassa 300 ezernél tartott.